Hát szép napot kívánok mindenkinek. Meg szeretném köszönni a Kászoni tűzoltó parancsnoknak, aki tájékoztatott, hogy az utóbbi időben végzett erőfeszítéseink mentén úgy néz ki, hogy Úzvölgyében az illegálisan felépített kereszteket ma ebben a pillanatban szállítják el a helyszínről. Tehát egy jó hírt szeretnék bejelenteni. Kaptam fotókat is. Arra kértem a megyei tanácsnál a kollégáimat, hogy most azonnal üljenek autóba, menjünk ki és dokumentálják le. Tehát ha netalán valami ikszer van, akkor persze vissza fogok térni, de láthatják az örömet az arcomon, és azt, hogy az utóbbi időkben is kifejtett tevékenységek mentén úgy néz ki, hogy Dormánfalva felismerte, hogy nem lehet tovább így menni. Az más dolog, hogy az elmúlt fél évben, amióta megnyertük a pert, hányan próbáltak lebeszélni, hányan próbáltak számon kérni, hányan szittak meg akár nyilvánosan is, hogy miért bontottam ki egy csíkisört a nyertes per napján, hogy miért foglalkozok ezzel a témakörrel, és hogy milyen esetleges károkat okozok egyik vagy másik politikus társnak, akinek az egyeztetései a román pártok képviselőivel netalán hát nem olyan eredményesek. Sőt, mi több, olyant is hallottam, hogy voltak olyan politikus kollégák, aki a szankcionálásomat, képzeljék el, a szankcionálásomat kérték az úzvölgyi témakörben. Egy. Elmondtam az MDSZ kongresszuson is. Az, aki nem volt ott a kapuban, és nem mondták neki, hogy most téged megölünk, az nem tudja. Ugye néhány napja voltam Simonban, és jó volt ott találkozni azokkal a helyi tanácsosokkal, akik ott álltak mellettem a kapuban. Igen, ott álltak a kapuban, amikor be akartak ölni. És csak a jó Isten és a csoda mentett meg, hisz akkor Jamandi Dán megyei csendőrparancsnok egy szál ingben bevetette magát közém és az Afganisztánban korábban harcolt, leszerelt katona közé, aki mondta, hogy te vagy a Mori. Így mondta. Tehát magyarul tégedet megöllek. És körülbelül egy méter választotta. És elmondtam akkor is, minden perni fogok bontani valamit, mert az én életemről, még legalább ott 10 embernek az életéről volt szó, aki ott volt körülöttem, a kapuban. Tehát nem az irodából, nem időnként kijárva, egy posztot készítve, hogy milyen fontos Úzvölgye, hanem ott a kapuban, ahol a legnehezebb volt. És hogy az elmúlt fél évben mi volt, hogy hány embernek kellett könyörögjek, hány levelet írtunk, hány tárgyaláson volt, hányan utasították vissza, ott vannak a bizonyítékok, hogy azt mondták magyarul, hogy fújjan fel az Úzvölgyét, őket nem érdekli, tőlük segítséget ne kérjek. Mi akkor is, hogyha annó azért, ha jól tudom, Úzvölgye miatt lépett ki az RMDSZ a kormányt támogató parlamenti együttműködésből a PESZED-ével, hogyha még emlékeznek, 2019-re. És igen, ezekben a hónapokban nagyon sok fenyegetést kaptam. Erről nem beszéltem, majd fogok beszélgetni. Nagyon sok helyen tüzetesen vizsgálódtak, és valószínűleg vizsgálódnak, hogy valamilyen államellenes cselekedetet felfedezzenek abban a munkában, amit végzek csapatommal együtt. Ezek szerint nem kaptak. Tehát ezt tudom mondani. Ezek szerint nem kaptak. És tényleg, ha valahol van olyan hivatal, aminek a teljesítményére minden adófizető büszke lehet, az a Halkita megye tanácsának a hivatala, amelyik sunyi, lapító módon nem bújt el. Sunyi, lapító, számolgató, úgymond a következményektől aggódó, a családjaikat, tehát, vagy nem is, a családjaikat ne keverj be. Egyáltalán, tehát nem, Hargita megye tanácsának a hivatala, nem sunyit, nem lapított, és nem ült fel azokra a fenyegetésekre, amiben látták, hogy részen van.
Én ebben a fél évben sok mindenkivel tárgyaltam. Voltam a hadügyminisztériumban. Ugye azt mondták nekem, hogy fújjam fel. Oldjam meg, ahogy tudom. Te keverted, így volt ezért. Te keverted ki ezt. Te főzted meg, akkor edd is meg. Ott van erről minden bizonyíték. És én egyet remélek, hogy azok, akik az elmúlt fél évben engemet Úzvölgye mentén egy rossz szóval is illettek, bocsánatot fognak kérni, nem tőlem. Tőlem nem kell, én politikus vagyok. Itt, ott a hátamon annyi minden elfér, hogy el sem lehet hinni. Annyi minden elfér, hogy el sem lehet hinni. Hanem azoktól az emberektől, akik velem együtt dolgoztak ezen az ügyön, hittek. Hittek abban, hogy az igazságnak lehet szerezni erőt. És más nem csináltunk. Leveleztünk, képviseltünk, részt vettem, mentem, mondtam, stb. Úgyhogy most nem bontok semmit. Itt vagyok másként a Brüsszelben a Régiók Bizottságának, a Környezetvédelmi Bizottságának az ülésén. Pont az előbb volt felszólalásom a medve kérdéskörben, mert az sincs megoldva, bárki bármit mond. És még messze állunk a megoldásoktól. Mondjuk az itt egy ilyen recepciós terem, tehát itt fogadások is vannak. Ott van hátul, ott szokott lenni a pezsgős pohároknak a pultja, de most nyitva lenne, akkor egyet megmutatnék, mert nem félek. És én azt tudom mondani mindenkinek, hogy ne féljenek. Azok a politikusok, akik félnek, ilyen-olyan mutyi-bratyi barátságok miatt akár a nemzeti ügyet is fel tudják áldozni, vagy legalábbis nem feláldozni, hanem kicsi apró számítgatások, számogatások mentén hagyják földre esni. Azt tudom mondani, hogy nem jól teszik a dolgukat. Látják, ma megjelent a sajtóban, hogy a két nagy szövetségesünk, aki annyit tapsoltunk, állva tapsoltunk Temesváron, április 30-án, az mennyi? Másfél hónapja? Másfél hónapja. Így tapsoltunk. Betervezettek egy törvénytervezetet, hogy nem 5, hanem 7% kell parlament. Ez egy jelzés. Valószínűleg nem tudják átnyomni. De én azt gondolom, hogy ha nincs egy kiállás, mert szerintem, hogyha lenne egy olyan kommunikáció, mint mondtam az RMDSZ kongresszuson is, amilyen megértik a fiatalok, hogy mi a dörgés. Megértik az idősek. Megértik, akinek van munkahelye, megérti az, akinek nincs munkahelye, megérti az, aki ma még külföldön gürcöl, hogy tudja befejezni itthon a házát és tudjon hazajönni, meg tudnánk csinálni a 7%-ot is. Tehát én nem az a politikus vagyok, aki azt mondja, hogy jaj, bújjunk el a sarokba, amíg a főnök nem engedi meg, még nem csinálunk semmit, mert a történelem kereke forog, az élet megy előre, és kihagyott lehetőségeket sosem lehet pótolni. Tehát aki most csatlakozott be, ezt szeretném mondani, hogy kaptam fotókat, hogy Úzvölgyében, most velem egyszerre párhuzamosan, tőlem majdnem 3000 kilométerre bontják az illegálisan oda tett építményeket. Tehát kértem a kollégáimat, most azonnal üljenek autóba, menjenek ki, örökítsük ezt meg. Nem másé, de esetleg nagy legyen rongálás a többi síremlék, igenis törvényes síremlék mentén, hisz mondom, én végigjártam a román hatóságokat minden szinten, mert azt a tanácsot kaptam, már egyszer mondtam az előbb, csak aki most csatlakozott, hogy amit főztél, edd is meg. Ezt valamikor márciusban, áprilisban meg is lepődtem. És utána még visszahallottam az RMDSZ kongresszuson is, ott már a mikrofontól. Lehet, hogy nem kellett volna elsietni azt a kijelentést ott. Már most vissza kell szívni. De hát ez ilyen. Nem haragszok senkire. Mondtam, egyedül azt szeretném, hogy a kollégáim
akik ezen dolgoztak, kapják meg a megfelelő elismerést, illetve higgyenek abban, hogy a Hargita megye tanácsánál bárki bármit mond, egy, nem ijedünk meg, kettő, amit felvállalunk, azt végigvisszük. Itt valaki írja be nekem kommentbe, aki úgy gondolja, vagy úgy emlékszik, hogy nem mondtam volna el, hogy mint a pitbull híne, pak, ugye? Pitbullnak is ez a harapás, hogy úgy ott marad, és addig nem engedi, ameddig nem mondják, hogy el lehet engedni. Én azt vállaltam önök felé, mindenki felé, hogy Ózvölgyi témakörből addig nem fogok lelépni, ameddig nem oldódik meg. Akik később csatlakoztak, elmondom még egyszer, próbáltak lebeszélni, próbáltak zsarolni, meg voltam fenyegetve, eljárások alatt voltam, és valószínű vagyok most is. Különböző szerveknél kellett tegyek úgymond tisztázó beszélgetéseket, amit megtettem, mert tudom, a lelkem tiszta. Voltam a hadügyminisztériumban Bukarestben, találkoztam miniszterhelyettessel, voltam a minisztériumban, találkoztam tábornokokkal, voltam az országos hadi emlékek hivatala, az Oncsennek a vezetőivel tárgyaltam, és mindezeket a tárgyalásokat úgy vittem végig, hogy alone, itt, ahogy mondják Brüsszelben, egyedül. Mert hirtelen egy volt csomafalvi falustársam, barátom Lacika, ahogy mondta, hogy mind a magyar oltyúkok úgy szétfutottak azok, akik korábban 2019-ben olyan gyakran jártak ki szelfizni, nyilatkozatokat, hangzatos bejelentéseket tenni. Egyedül maradtam a csapatommal. És Bákó megye tanácsa, igen, Dormán falvával is folytattam párbeszédet. Persze, ne higgyék ezt az egészet, hogy úgy csináltam, hogy na Borbóly Csaba most nekiszökik, és akkor ereszti erről, nem. Könyörögtem, kértem, igaz, nagyon nehezen, de a csíkszentmártoniakkal két alkalommal is összejött a beszélgetés. Ott megkaptam szóba a felhatalmazást, hogy tegyek, amit jónak látok. Elmondták, hogy megvárják és bíznak abban, hogy amit teszek, az rendben lesz és eredménye lesz. Úgyhogy ilyen szempontból Csíkszentmárton részéről abszolút pozitív volt a hozzáállás. De itt a pontnak vége. Nem tudok felsorolni más nevet. Pedig ha beírják Úzvölgye és megnézik a hashtaggel a posztokat, fognak látni rengeteg-rengeteg posztot. Koszorúzást, megemlékezett, így folyik a vérünk, ne így folyik, így priccol ki a vérünk, hogy megvédjük Úzvölgyet. De ezeket a vértipriccolós, nem tudom milyen, az ügyért kiállunk, stb. Emberek eltűntek az elmúlt fél évben. Eltűntek. Itt alul beteszik mindjárt fotókat is. És még mondjak szebbet. És nyugodtan hát tudom mondani itten. Rákosi Botond megyei tanácsos kollégám. A 2020-as elnökválasztási kampányban ellenjelöltem. Akinek részben köszönhető, ezt elmutattam a dokumentumokat is, hogy anno, amikor a telekönyvezését csinálta Csíkszentmártonnak, akkor Úzvölgyét valamilyen okból kifelejtette. Tehát kifelejtette, tehát nem lett a dokumentáció, nem került belé. Köszönöm Gergő András polgármester úrnak, hogy akkor ő azt polgármesterként ráírta és elmondta, hogy szó se lehet. Na csak azt akartam mondani, hogy Rákosi kollégám az ügyészségre is feljelentett. Tehát volt még egy plusz nyomozatom a sok mellett. Nagyon sok. Tudják, mennyit tannyilatkozatot adtam Úzvölgye ügyébe? Hát lehet, hogy az egész utas
témakörben, amiben most már 2013. májusa óta 10 éve, 11 éve, most már 11. éve az életemnek egy jelentős szeletét elvették. Az életemből 11 évet ugye elvesznek, vagy elvettek, és még ki tudja, meddig tart. Ott annyi nyilatkozatot nem írtam, mint az Úzvölgye ügyében. Rendőrség, ügyészség, ide, oda, amoda, bíztatni az embereket, ne vonják vissza, tegyenek feljelentést. Mert általában mindenki azt mondta, hogy hát felejtsük el. De hogyha elfelejtettük volna, és azok a feljelentések nem mennek be, hogyha a bíróságon nem visszük végig ezt is, és a többit, akkor ma nem lehetne olyan fotót betenni, amilyet itt alul mindjárt, mikor befejezem, a beszélgetést be fogok tenni. És az az igazság, hogy most nem akarok mindent elmondani, de el kell higgyük. Tehát ez a legfontosabb dolog. El kell hinni, hogy ha van kitartás és van egy jó csapat, nincs lehetetlen. Akár meg lehet csinálni a 7%-ot is. Bármit meg lehet csinálni. Bármit meg lehet csinálni. És az a nagy tanulság, hogy mikor az ember belemegy egy harcba, ahogy szokták mondani, ez úgy nagyon kilátszik, hogy hirtelen eltűnnek belőle az emberek. Azok, akik előtte mindennel támogatták, mindenről biztosították, az életük és a vérük és a párt, és sehol. Tudják, odáig elmentek. Kitiltattak médiákból, nem engedtek szóhoz jutni. Fontos politikusokkal való, akiknek a segítségére számítottam és számítok, a megbeszéléseket lebeszélték, hogy ne legyenek. Ne fogadjanak. Vagy ha fogad, akkor fogadjon az asszisztens. Hihetetlen mennyi dolog van, és mennyi kegyetlenség van ebben az egész Úzvölgyi és témakörben. Szinte azt tudom mondani, a kis erdélyi magyarságunk állatorvosi lova, hogy döntéshozatali pozícióban lévő emberek hogy viselkednek döntési helyzetben. Akinek nem köszöntem meg a munkát, ugye a csíkszentmártoniak, a csapatom a megyei tanácsnál, az a feleségem, mert nekem is, higgyék, az elmúlt fél évben, amikor élőbe kellett nézze, hogy aláznak meg egyesek, vagy hallja vissza, hogy hogyan próbálnak fenyegetni, hogyan akarnak kinyírni az Úzvölgyi témakör mentén, akkor ő nagyon bátorított. Odáig elmentünk, hogy segített, megfogalmazott nekem néhány tömör mondatot, hogy miért is, miért nem szégyen sört nyittani, amikor az embernek az életét akarják kioltani, miért szégyen örvendeni, miért nem kell félni. Úgyhogy a feleségemnek köszönöm, és hogyha visszaemlékeznek, amikor 19-ben tényleg nagy volt a baj, akkor ő még a kicsi lányommal az ölében oda ment és felvette egy videót, ami nekem nagyon sok szövetségest hozott, nagyon sok emberben a harcot azt elindította. És az a kérésem, most ne hívjanak, ameddig beszélget. Aki szeretné, hogy beszéljek, írjon egy SMS vagy WhatsApp üzenet, és vissza fogom hívni. Csak én tudom, hogy ez nem volt egy könnyű dolog. És szinte nem tudok felsorolni olyanokat, akik azt mondták, hogy menjek előre. Itt a telefon könnyebben van több ezer döntéshozatali ember. Megkérem, akár most itt kommentbe írjon be, vagy később, vagy hívjon fel, és mondja el, hogy az elmúlt fél éve bátorított. Azt mondta, hogy ne add fel.
Persze. Alacsonyabb szinten ez megvolt. Helyi tanácsosok, polgármesterek. Mondom, legutoljára csütörtökön voltam, ha jól tudom, igen. Akkor lett vége a lányoknak a magyar országos felmérőjén, és akkor délután 5-től volt a tanácsülés Csíkszentsimonban. Olyan jó érzés volt a Csíkszentsimonban. Az utolsó tényleg pozitív feedbackem ez volt, amikor Csíkszentsimon azt mondja a társadalmat, hogy ne, ezt a gazemberséget ne, kell ereszteni bátran előre. Tehát azért mondom, hogy nem azt mondom, az őszintesség a tisztség nagyságától kezd olvadni, ahogy növekszik. De egyet tudok, amikor 2019-ben kaptam egy telefont, és azt mondta, igen, Porcsalmi Bálint, kimondom a nevét is, hisz gondolom nem tagadja le, hogy Úzvölgye témával nem szabad én foglalkozzak, más van kijelölve, hogy meg fogja oldani, és álljak hátul a sorba. Álljak hátul a sorba. Na, ezt nem tettem. Nem álltam be ebben a témában sem, másban sem fogok. És ott van a 2024-es, vagy a 20-as megaláztatás a jelöltségnél, amit veszélyfutást végig kellett csinálni. Itt van Úzvölgye. Van egy sor dolog, ami arra felé visz, hogy most már lassan augusztus 8-ától arra felé 9-től egy év fog elválasztani a fél évszázadtól, tehát 49 éves leszek augusztus 8-ától arra felé. Másfél hónap. Annyi tapasztalatot összegyűjtöttem az elmúlt évben, és annyi nehéz helyzeten kellett kivergődni csapattal, hogy nem is tudom már, mivel tudnának megijeszteni. Mivel tudnának zsarolni? A feljelentések nem mentek. A DNA nem ment. A terrorizmus elhárítás elleni ügyészség nem ment. Ott is megjártam magam. Szervezeten belül való, helyettesítésemre való törekvés, ott, ahol hagytam, ment. És Isten éltesse, tehát bárki elfoglalta azt a tisztséget, amit én töltöttem be korábban, viselje egészséggel, tegyen meg mindent azokkal a talentumokkal, amit kapott. De ezek mind az én döntéseim is voltak. És én azt látom, főleg az elmúlt fél év után megedződtem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megedződtem. És ha igaz, azok a fotók, amik itt alul be fogok tenni, és bízom benne, egy órán belül konfirmálják, és egy órán belül akkor a helyszínről tudunk egy közös élőt tartani, hogy a kereszteket, nem keresztek, na, tehát ne használjuk ezt a szót, hogy kereszt. Beton, illegális beton építményt eltávolították, akkor tényleg arra kérek mindenkit, hogy nyisson meg valamit otthon, én is meg fogok nyitni. És ne higgyenek a lekicsinylő, bagatelizáló törekvésekben. És igen, nem csak azzal foglalkoztam az elmúlt fél évben, és ezt el akarom mondani, és az utolsó beszélgetésem tennap volt Gergő András, volt polgármester úrral, aki talán egyik legnagyobb szakértője, ismerője mindennek, ami az Úzvölgyében történt valaha is. És örvendek, András, hogy tennap beszéltünk. Igen, tennap megittünk egy üveg bort ketten. Ezt tudják az alcsiki polgármesterek is. Mert úgy látom, hogy tovább kell menjünk. Tehát ez nem elég, ami most történik, hogy elbontják, hanem meg kell keresni a helyet. És tennap Andrással, most nem mondom el, de egy nagyon jó kompromisszumos ötletet beszéltünk ki, mert a hőzöngés, a cirkusz nem fog elmúlni. És én azt szeretném, és azt be is jelenteném itten, hogy augusztus végén, amikor van évente a megemlékezés, addigra azt tudom ígérni, hogy megteszek mindent, hogy ahogy ígérte Csíkszentmárton, a temető ügyében társuljunk,
és akkor ne csak a utólagos perbelépési lehetősége legyen bármiféle támadáshoz a megyei tanácsnak, hanem egyből is tudjunk lépni. Illetve keressünk megoldást arra, hogy igen, abban a völgyben nagyon sok katona elhunyt. Nem csak magyarok hunytak el, nem csak osztrákok. Meghaltak románok, meghaltak oroszok, meghaltak németek. Ugye az egyik elbeszélésnél hallottam, hogy 5000 orosz katona halt meg például ott az alsó részén, ahol szűkebb a hely, hisz a régenről felszállt bombázók a II. Világháborúban egyszerűen mindenkit megöltek ott, ahogy vonult az orosz hadsereg, és ott ilyen sziklás, tehát ott sem a tankokkal, sem a lovakkal, sem a kocsikkal, sem a buszokkal nem tudtak menekülni az emberek sehova, ott halt meg az egész. Tehát rengeteg halott van, rengeteg vér folyt. És arra kérek mindenkit, aki hit valamennyire is abban, hogy az ózvölgyi témát meg kell oldjuk, hogy ez még nincs megoldva. Ez megint csak egy lépés, hogyha igaz, hogy az illegális építményt lebontották. Tovább kell menjünk. És erre tettem már javaslatokat a hadügyminisztériumnak, az országos hadisírgondozó hivatalnak. Próbáltam Magyarország felé is, amennyire engedték, hogy eljussak. Mindenfelé próbáltam ezt megtenni, és tovább kell menjünk, mert addig, ameddig abban a völgyben haltak meg több nemzetiségnek a tagjai, addig nekünk nincsen jogunk azt mondani. Igaz, hogy meghaltak mások is, de aki nem volt magyar, az nincs, amit keressen ebben a völgyben. Tehát ezt tőlem ne kérjék. Tehát én végig korrektül vittem ezt az ügyet. Igen, minden szakasznál, amikor volt egy nyertes perünk, vagy bort, vagy pezsgőt, vagy utoljára sörnyítottam, és fogok ezután is, és lehet akármilyen kongresszus, és lehet akármilyen nagy rilagó taps a megalázásomra, akkor is fogok. De ezt a témát meg kell oldjuk. És arra kérek mindenkit, hogy ebben a kompromisszum keresésben segítsenek. Hogy a hőzöngőinket, mert nekünk is vannak hőzöngőink, nekünk is vannak olyanok, akik a végtelenségig el akarják húzni valamilyen szélsőség felé a dolgokat. Azokat megnyugtassuk. Én azt láttam a Covid időszaka alatt, hogy a rémhírekkel szemben a közösségi kibeszélés, a közösségi beszélgetés az mindig egy eredményes eszköz tud lenni, hogy megtaláljuk a helyes útat. Tehát a kompromisszum ügyében, amivel Úzvölgyében, akár a Hargita megyei részen, akár a temetőben, stb. Találjuk meg a megfelelő formákat. És no, mondom, megismertem, hogy ki nem veszi fel a telefont nekem ebben a fél évben. Ki az, aki lepasszol ebben a fél évben. Ki az, aki azt mondja, hogy amit főztél, edd is meg. És sok-sok története van. De egy dolgot tudok mondani, itt majd a kérem a kollégáimat tegyük be nagybetűkkel fent vagy a kommentbe us.hargitamegye.ro. Amit elmondtam itt most önöknek, minden iktatószámmal, dátummal, fotóval, minden. Pont azért, mert egyesek el akarták lopni Úzvölgyét, témáját. És nem, nekem az, nem az van a bajom, hogy most azt mondja valaki, hogy hát ő dolgozott, és én nem. És menjek a francba. Nekem az van a bajom, hogy a kollégáim dolgoztak. És ezt nem engedem meg, hogy bárki is a kollégáinak a munkáit ellopja. Nem engedem meg. És ezért is dokumentáltunk mindent. Kértem a kollégáimat, ma foglalkozzanak azzal, hogy még ami nincs románra lefordítva, pont azért, mert a román sajtó is fel fogja kapni azt a témát. Gondolom, a hétvégén ez lesz a hír mindenhol. Tudjanak dokumentálni, és aki jó hiszemű, az tud dokumentálódni, és fogja látni, hogy kinek és milyen mértékben van Úzvölgye témakörben, vagy volt igaza.
Még egyszer, most kaptam fotókat, hogy bontják ebbe a pillanatban az illegális építményt. Most csak a fotókat tudom betenni, de mióta beszélgetünk, már egy autó elindult a megyei tanácstól, és remélem egy óra, másfél órán belül újra tudok akár a helyszínről így bejelentkezni. Én most még Brüsszelben vagyok, medve kérdésben. Mondtam, az sincs megoldva. De remélem a fotók azok nem Photoshopon készültek, vagy valamilyen programban, és beteszem most itt alul abból egy-kettőt. Az a kérésem a kollégáimnak, azokat tegyék be, azokat a fotókat, amelyeken nincsen autórendszáma. Tehát olyan fotókat tegyünk be a kommentbe. Jó? Mert itt most be fog indulni minden oldalról. A mi oldalunkról, ami el fog indulni, hát milyen gazemberek vagytok. 2023. június, el kellett teljed 4 év. Na, ezt fogom kapni a mi elvakított embereink egy részétől. Azt fogom kapni a másik oldalról, meg ők is, hogy hazaárulók, hogy végrehajtották az ítéletet. És ez a játék, ez nem fog megállni. Tehát ugye ez így az evangéliumban is, ahogy írja, hogy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, én Úzvölgye témakörben ezt tettem végig. Annyi tárgyalás, annyi egyeztetés, kompromisszum, minden. Tehát ha nem találjuk meg a kenyeret a betonra, a kenyeret, és azzal reagáljunk most a kivett vagy eltávolított betonokra, akkor vissza fognak dobni betonnal, kővel, vagy akár még erősebb tárgya. Úgyhogy ez az én kérésem, hogy álljon oda mindenki, ne próbálja senki ellopni ezt az egész Úzvölgye témakört, amit azt a munkát, nem is az Úzvölgyét, az a hősök, akik ott haltak meg, illetve akik ott megépítették a helyet, a csíkszentmártoniak és a barátaik, hanem ennek az egész ügynek a végvitele. Tehát ne akarja senki ellopni. Az a kérésem, hogyha bárhol látnak olyan posztokat, ahol hülyeséget beszél valaki, ezt a videót tegyék be kommentben, kérdezzék meg, küldjék el nekem is, mert én azokkal az emberekkel meg fogom találni a módot, hogy élőben kérdezzem meg így odatéve a telefont, hogy ezt te miért írtad? Nem volt elég az elmúlt fél év genyasága? Nem volt elég az, ahogy próbáltad botlasztani a munkánkat? Jó? Úgyhogy rövidesen jelentkezek, kérem osszák meg ezt a videót, és beteszünk néhány fotót. Az úsz.hargitamegye.ro oldalt addig is ajánlom mindenkinek a figyelmében. És visszamegyek a gyűlésbe. Ahogy a kollégáim kértek Úzvölgyére, megint fogok jelentkezni. Ha véletlenül nem igaz az, amit beszéltem, akkor is mindent, amit elmondtam, vállalom. Nem fogom letörölni. És én nem szélkakas vagyok, mint egyesek, hogy mikor mit mond a főnök, mikor mit mond a nem tudom én ki, mikor mit mond ez a vagy az a politikus. Én vállalom. Olyan dolgokat mondtam el, amit jó, hogyha önök is tudnak. Erről még sokat fogunk beszélgetni, lesz rá időnk. Csak egyszer tényleg lássuk, hogy az illegális építmény eltávolítása megtörtént, vagy sem. Ha nem történt meg, akkor is vállalom minden mondatomat, amit itt elmondtam, és lehet engemet vinni etikai bizottság elé, nem tudom milyen bizottság elé. Jó? Tehát ez az én válaszom. Túl sokat szenvedtem ebben az Úzvölgyi témában, és a csapatom is, hogy bármilyen fenyegetéssel, kivizsgálással, újabbal, innet, onnat, lentről, fentről, meg lehessen engemet ijesztem. Kérem, osszák meg ezt a videót. És lehetőleg azokat a videókat, akik nem tudják bebizonyítani, hogy ellentétes tartalommal megjelennek, ne osszák meg, ne lájkolják, hanem írják oda, hogy szégyelje magát, aki olyan fog csinálni. Viszontlátásra.